Kiállítás megnyitó és emléklap átadás. Így kezdte Gömze Sándor polgármester azt az ünnepi képviselőtestületi ülést, amelyet Tiszalök város 30. születésnapja alkalmából szerveztek. A Tiszalök szépségei a tiszalökiek szemével című fotókiállításon 24 pályaművet mutattak be. Gyakran fotózom, a családi eseményeket szeretem megörökíteni, jó visszanézni néhány év múlva is akár, illetve a gyülekezet eseményeit is. A templomunk pedig különösen is kedves a szívemnek, mint ami a közösségünknek az egyik jelképe. Bár sokaknak első hallásra a büntetés végrehajtási intézet juthat eszébe Tiszalökről, a helyiek a templomuk mellett büszkék a tavukra, a vízi erőművükre és arra, hogy a település az egykori mezővárosi státusz után 1992-ben városi rangra lépett. A jubileumi testületi ülésen az elmúlt 3 évtized kihívásai közül a polgármester a lakosság megtartást, a munkahelyteremtést és az ehhez szükséges szolgáltatások kiépítését emelte ki. Jelenthetem, hogy a járásban a munkanélküliség, illetve a foglalkoztatási arány itt a legjobb Tiszalökön. A város történetének korábbi 2 polgármestere mellett Vinnai Győző is emlékeztette a jelenlevőket, hogy Tiszalök pontosan akkor lett város, amikor a rendszerváltozást követően közel 1,5 millió ember vált munkanélkülivé. Ott álltunk, kényszervállalkozók 100 000-eivel, nehéz gazdasági helyzetben, bokros csomaggal és egyébbel, és alig tudtuk felemelni a fejünket, és sok ember csalódott volt. Na most ekkor indult el Tiszalök a várossá válás útján. Az eseményen jelen volt a város díszpolgára, Benkő Tibor honvédelmi miniszter is, aki beszédében hangsúlyozta, az első a béke és a biztonság. A miniszter elmondta, mindig szívesen emlékszik vissza Tiszalökre. Itt nőttem fel, tehát engem minden, szoktuk mondani, bokor és minden utcasarok azért számomra ismerős, bár igazából a tiszalöki erőműnél nőttem fel a kis lakótelepen, de ide jártam a általános iskolába, és hát tulajdonképpen még mindig van családi kötődés itt Tiszalökhöz. Ahogy említettem a beszédben is, azért mégis itt kaptam meg édesanyámtól azokat az első útra való iránymutatásokat, meg az itteni tanároktól azt a figyelmességet, törődést és tanítást, oktatást, amellyel elindultam tulajdonképpen egy pályafutás folyamán. Szakmunkás tanuló voltam Tiszavasváriba, majd azt követően, amikor az érettségét megszereztem, utána tudtam a katonai pályára kerülni. A honvédelmi miniszter Tiszalökön tett látogatása után a határmenti települések polgármestereivel is találkozott.